Az eredet védelmi szabályokat és a borászati eljárásokat sérthették még korábban a Tokai Kereskedőháznál. Ezért a fogyasztók érdekében zárolta a 2013 előtti mintegy 3 milliárd forintos készletét az állami borászat. A társaság jogi képviselője azt mondta, a belső vizsgálat tárt fel termékmegjelöléssel és borkezeléssel kapcsolatos ellentmondásokat. Illés Géza megerősítette, a borok fogyaszthatóak, de a pontatlan megjelölés árthat a tokai hírnevének. A vizsgálat lezárásáig folyamatosan zajlik a borok bevizsgálása. Egyúttal az ellenőrző dokumentációval rendelkező tételek fokozatosan újra megjelennek a boltok polcain. A borkészlet szúrópróba szerű ellenőrzésekor a belső nyilvántartásában számos a termék megjelöléssel kapcsolatos ellentmondást tártak fel az elmúlt időszakban a Tokaj Kereskedőhán ZRT-nél, ezért a Tokai elnevezés hitelességének megőrzése érdekében a borkészlet tétenes felülvizsgálatát rendelte el a társaság új vezetése, vagyis a vizsgálat lezárásáig egyetlen palac bor sem hagyhatja el a raktárt. Kezdjük ott, hogy ugye múlt héten lett attól hangos a magyar sajtó, hogy a Tokaj Kereskedőháznál pancsoltak, ez volt a címe a cikknek, 3 milliárd forintos tételt zároltak a Tolcsvai Központú Kereskedőháznál. Mi alapján jutott el oda a vezetőség, hogy ezt a lépést meghozta? Mire vezethető mindez vissza? Még 2012 végén, 13 elején indult egy belső vizsgálat, jogi átvilágítás, részben a vezetőváltáshoz kapcsolódóan, amely több ügyet indított el. Ilyen volt az amerikai borexport ügy, bizonyos forgalomból kivont bortételek megvásárlásával kapcsolatos ügy, a földek ingatlanok kezelésével kapcsolatos ügyek, és tulajdonképpen ezen eljárások folyamatában került elő a egy bortételnek olyan mélységű vizsgálata, amely már problémákat tárt fel. Noha ennek a bortételnek is, és a kereskedő által forgalmazott összes bortételnek minden engedélye, minden hatósági dokumentum, a származási bizonyítványa rendben volt de a belső készletmozgásoknak a, a több száz oldal terjedelmű dokumentumai között lehet találni olyan feljegyzéseket, amelyek problémára világítottak rá. Amikor egy tételnél ez a probléma felmerült, akkor a jelenlegi vezetés úgy döntött, hogy akkor járjon utána alaposan ennek a kérdésnek, és először szúrópróbaszerűen szerűen tíz néztek meg, ahol sajnálatos módon újabb problémák merültek fel, több tétel vonatkozásában is, és ezt követően, hogy ez a szúrópróbaszerű szerű ellenőrzés több tételnél, a szúrópróbaszerűen szerűen kiválasztott tíz tételből több tételnél hibát talált, akkor döntött a jelenlegi vezetés a készletek zárulása mellett, és amellett, hogy akkor a teljes készletállományt át kell világítani, és mindaddig, ameddig ez nem zárul megnyugtató eredménnyel. Azaz nem lehet pontosan tudni, hogy mik azok a bortételek, amelyekkel minden rendben van, és mik azok, amik hibásak, addig leállítja az értékesítést. Azért a, én ugye hibás jelzőt mondtam, gyakran szerepel a sajtóban a pancsolt kitétel. Az fontos látni, hogy itt a tokai eredetvédelmi szabályoknak a megszegéséről van szó, ami persze egy súlyos probléma, de nem olyan értelemben pancsolt, hogy ez nem tablettából készült, ezek tokai hegyaljai szőlőből készült borok, csak olyan házasítások történhettek, amelyek nem megengedettek a tokai termék alapján forgalomba hozata, vagy ugye egészségügyi kockázat lehet ilyen borok kapcsán? Tehát, ami kint van a boltok polcain, vagy bárhol egyéb helyen, ugye hát külföldön is, mint tudjuk, ezek jó borok tulajdonképpen, csak a kvázi idézőbe tett papírozás nincs rendben? Az, hogy a borok papírozásával van a gond, vagy valóban a boroknál történt-e tiltott házasítás, az vizsgálat alatt van. Az biztos, hogy egészségi kockázat, élelmiszerbiztonsági kockázat nem merült fel. Tehát kizárólag arról van szó, hogy a tokai termékleírás vagy a bortörvény által nem megengedett házasítások történtek, például évjárat házasítások, ugye a termékleírás 100%-os évjárat azonosságot követel meg, tehát akármilyen kis tételben került más évjárat egy adott borba, az már hibássá teszi ezt a tétel, de értelemszerűen ezek fogyaszthatóak, sőt, akár még érzékszervi bírálat ízlelés alapján sem feltétlenül lehet érezni, sőt, hát ezek a borok átestek mindannyian, valamennyi bor érzékszervi bírálaton, tehát még ízvilágukban is megfelelnek a tokai borokkal szembeni követelményeknek, ugyanakkor nem minden eredetvédelmi szabálynak felelnek meg. Tehát ilyen szempontból ezek hibás áruk, de fogyaszthatóak, egészségi kockázatot bizonyosan nem jelentenek. Ennek ellenére éppen azért, hogy a fogyasztók biztosak lehessenek abban, hogy a tokaiként forgalmazott borok megfelelnek a tokai eredetvédelmi szabályoknak, ezért döntött a társaság az értékesítés leállítása mellett. A társaság raktárából, telephelyeiről már múlt hét -kedd óta nem történik kiszállítás, és a kereskedelmi partnerekkel is folyamatosan egyeztetünk, hogy mindaddig, ameddig a vizsgálat megnyugtatóan nem zárul, ők is függesszék fel az értékesítést feljelentésekre mit lehet tudni? Mert ha jól tudom, egyrésztről van a társaság részéről is, illetve a társaságot is az amerikai borok kapcsán feljelentették, legalábbis gyanúba keveredett, hogy nem megfelelő bort küldött ki. Ez pontosan hogyan van? A társaság a belső vizsgálat eredményeként több feljelentést is tett ezek közül az egyik az az amerikai borexport ügyhöz kapcsolódik, és ez alapján a feljelentés alapján folyik a büntetőeljárás már több mint egy éve. Ez a társaság feljelentése alapján indult, és van folyamatban a büntetőeljárás. Tény, hogy mi nekünk is arról van tudomásunk, hogy más is tett beadványt ezzel kapcsolatban a nyomozó hatóságnál amely szintén az eljárási iratok részét képezi, és valóban a nyomozó hatóság is vizsgálja a konkrét amerikai borexportra került tételt is. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda is nyomoz. Miért pont ők, miért ők végzik a vizsgálatot? A Nemzeti Nyomozó Irodához került ennek a büntető eljárásnak az ügye a nyomozás végzése. Ez részben amiatt van hogy garantáltan teljesen minden elfogultságtól mentes legyen a nyomozás, olyan személyek végezzék, akik bizonyosan nem kötődnek senkihez a társasággal kapcsolatban, a borvidékkel kapcsolatban, ami mivel azért a nyomozásban egy kizárólagos állami tulajdonú társaság is érintett mindenki számára fontos, vagy mindenkinek a közös érdeke. Egyelőre ezek a nyomozások ismeretlen tettes ellen folynak, vagy konkrét személyek ellen? A feljelentést ismeretlen tettes ellen tettük, az a nyomozóhatóság döntése, hogy ő meggyanúsítta -e valakit. Én nekem erről máig nincs tudomásom. Én úgy tudom, hogy ismeretlen tettes ellen folynak még, majd az eljárás eredményeként dönt arról a nyomozóhatóság, illetve az ügyészség, hogy valakivel szemben gyanúsítást megfogalmaz-e. Van, arról információ egyébként kapnak, vagy el lehet azt mondani, hogy hol áll az ügy, mikorra lehet ennek vége, mert ugye azt mondta, hogy az amerikai eset kapcsán már egy évben Start, és ugye most van igazából ennek nagyobb sajtó visszhangja országszerte, mikorra várható ennek a lezárása. Erről én nem tudok nyilatkozni, annyit tudok, hogy tanú meghallgatások történtek, számos adatkérés történt, legalább öt alkalommal, aminek a társaság eleget tett, az a nyomozóvatóság hatásköre, hogy ezt eldöntse, vagy hogy mérlegelje, hogy ő neki mikor áll rendelkezésére elegendő, vagy teljes körű információ. Számoltak-e azzal a tulajdonosok, hogy ez lehet a tokainak egy presztízs és piaci veszteség is ezáltal, hogy a zárulást megtették? A jelenlegi vezetés hisz abban, hogy legalábbis hosszú távon ez erősíteni tudja a tokai boroknak a hírnevét, azt a bizalmat meg tudja erősíteni, amit a fogyasztók a tokai névbe vetnek, azáltal, hogy határozottan azt jelentjük ki, hogy mostantól bizonyosan minden forgalomban lévő bor megfelel az eredetvédelmi szabályoknak. Természetesen az is felmerült, hogy ennek rövid távon lehetnek áldozatai. A kereskedőháznak a, el kell számolnia az értékesítő partnereivel, a fogyasztókkal szemben, de az állami tulajdonos helyt fog állni mindezért, és támogatja a kereskedőházat és annak a menedzsmentjét ebben. Az igaz-e, hogy a zár az annyira zár, hogy 2013-tól készült borok viszont elhagyhatják a társaság területét, azok biztosan rendben vannak? A vizsgálat valamennyi bortételt érinti, tehát már a 2013-as tételeket is, de amennyiben ez alapján a nagyon részletes, minden dokumentumra több száz oldalnyi papírra kiterjedő vizsgálat alapján egy bortételről kijelenthető, hogy az bizonyosan rendben van, akkor az már elhagyhatja a társaság telephelyét. A Tokai Borvidék hegyközségi Tanácsa úgy véli, a minőség érdekében szükség van a vizsgálatra. Mit szóltak, amikor meghallották ezt a sajtóinformációt, és azóta ugye a maga a Tokai Kereskedőház ZRT is megerősítette, hogy bizony volt, amikor megsértették a különböző Tokai-hegyajai előírásokat. Mi volt az első reakció az önök részéről? Annak, hogy a Tokai Kereskedőház ZRT nyilvánosságra hozta, hogy 2013 előtt milyen borászati módszereket alkalmaztak, annak én egyrészt örültem olyan szempontból, hogy azt láttam, hogy ennek az egész hírnek a, a hátterében a borvidék megúj, megújulása, megújítása van. Tehát egyszerűs mindenkorra le akarják zárni a múltat, és egy tiszta lappal akarnak indulni a jövőbe. Ilyen szempontból én ezt pozitívan értékeltem. És milyen szempontból értékelték negatívan? Azt ugye tudni kell, hogy ez az egész borvidéknek ebben a pillanatban rövid távon egy negatív hírként fog lecsapódni mindenütt. Azonban Mindenkinek felelőssége van abba, hogy azok a tisztességes termelők, azok a tisztességes borászatok, akik nem alkalmaztak ilyen módszert, azok ne károsodjanak ennek a hírnek a kapcsán. Tehát ezért kell nekünk is dolgozni, meg a Tokaj kereskedőháznak is ezért kell dolgozni, hogy azok ö, ö, ne jöjjenek ki rosszul ezekből a hírekből. Segítsen nekünk megérteni a helyzetet. A jogi képviselő azt mondta, hogy tiltott házasításokról van szó jelenlegi tudomásuk szerint, illetve hogy bizonyos hegykösségi iratok is szabálytalanak vagy nem megfelelőek, nem az adott évhez kapcsolódnak, és itt egészen banális nyomtatási hibákról is szóltak a sajtóhírek. Kérdést ketté veszem, házasítás, tiltott házasítás, magyarázzál mi is ez a probléma, hogyan fordulhat elő? Ez, ez, azért nehéz számomra, mert én ilyen mélységekben nem ismerem még ezt az ügyet. Tehát a Tokaj Kereskedőháznál folyik most egy belső audit, egy belső vizsgálat, ami majd fény fog deríteni ezekre az ügyekre. Én, hogy mi történt a Tokaj Kereskedőházban konkrétan nem tudom. Reményeim szerint a vizsgálat végén én ezt megismerem, akkor majd tudok erről nyilatkozni, ma viszont nem tudok erről nyilatkozni. Tehát azok a részletek, amik a kereskedőházon belül történtek, Erről én most nem tudok nyilatkozni, mert egy nem is vagyok kompetens ebbe a kérdésben, másrészt nincsenek pontos ismereteim még, majd a vizsgálat lezártával lesznek, akkor tudok ebbe a kérdésben nyilatkozni. Általánosságban a házasítás az egyébként mit is jelent a gyakorlatban? A házasítás azt jelenti, mikor különböző borokat ö, keverünk össze közérthetően. Na most ugye az a ö, különleges minőségű boroknál, Tokai, tokai Aszunál, Szamorodninál, itt ami probléma, hogy különböző a évjáratú borokat nem szabad összekeverni, mert a palackon egy évjárat szerepel. Ez gyakorlatilag sokszor még minőségi romlást sem eredményez, viszont egyszerűen a tokai termékleírás, a tokai rendtartás ezt nem engedélyezi, ezért nem szabad ilyeneket csinálni. A kérdésem második fele az pedig a. Kvázi papírozás, a dokumentáció állítólag ilyennel is problémák voltak. Ez jelentheti azt, hogy a későbbiekben a hegyközségnek a, a saját ellentartásában is körbe kell néznie, hogy az iratok már pedig bizonyosan pontosan is jól készüljenek el? Most ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a, a... A hegyközségi rendszer az a hegyközségi törvény alapján működik. Tehát így gyakorlatilag a törvénybe minden konkrétan pontosan meg van határozva, hogy hogy kell leírni, hogy kell kiadni a származási bizonyítványokat. Tehát minden pontosan szabályozva van. Azt majd a vizsgálat fogja kideríteni, hogy itt a hegyközségi részéről, a hegybírók részéről történt-e szabálytalanság, vagy nem történt szabálytalanság. Tehát ezt is a későbbi vizsgálat során tudom majd Elmondani. ha történt, akkor le kell belőle vonni a, a konzekvenciát, és akkor úgy kell cselekednünk, hogy többet ne forduljon elő. De ma még azt se tudjuk, hogy történt-e szabálytalanság a hegykösségek részéről, illetve a hegybírók részéről. Ugye azt mondta, hogy rövid távon egyértelműen ez negatív hatás, közép és hosszú távon ez a fajta idézi ebbe, tehát megtisztulása, letisztázása a tokai boroknak mégis milyen hatással lehet, hiszen ebben majd a hegyközségnek is kell, hogy legyen valamilyen szinten feladata a márkaépítésre gondolok, és egyebekre, ami ehhez majd kapcsolódik, miután ez a vizsgálat ugye lezárul. Pontosan így van. Amikor 2013-ban az új hegyközségi tanács megválasztásra került, akkor egyértelműen az volt a hegyközségi tanácsnak a, a, a terve, hogy a tokai borvidéket minőségi szempontból megújítsa. Mit is értettünk ekkor mi? az alatt. Ö, azt értettük, hogy a tokai borvidék kerüljön vissza a presztis borvidékek közé a világba, és a tokai aszú kerüljön vissza a presztis borok közé a világba. Ezen a nyomon indultunk el. Ha most megtisztul az egész borvidék, az hosszú távon egyértelmű üzenet a világnak, hogy 2013-tól egy új időszak, egy új rend kezdődik Tokajba. És ez hosszú távon szolgálhatja tokai érdekeit a rövid távú negatív hírekkel ellentétben. Tehát mi ezért mondom, hogy úgy értékeljük a kereskedőháznak ezt a, ezt a, hírét, ezt a tevékenységét, hogy egyszerűen leszámol a múlttal, és új lappal, új tiszta lappal indul 2013 évtől. Ez jót is jelenthet számunkra. A tokai hegyközségi borvidék tanácsa szerint az állami társaságnak példát kell mutatni a borok eredetvédelméből, ezért jól döntöttek, amikor a fogyasztók és a tokai bor jövőjének érdekében egy időre felfüggesztették a borok értékesítését.